Lehetek válni. Jó volt látni azt, hogy a csapat ennyire menetel. Számomra nagyon kellemetlen volt az, hogy nem tudtam kivenni a csapat menetelésében a részemet. Nagyon remélem azt, hogy minél vissza tudok térni a játékba. Gratulálok mindenkinek! Bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 gyermekeim. Megérdemli mindenki a vastapsot. Van bárkibe bármi? Hanna, benned nincs semmi? Bennem? Hm? Ja, hát... Né, ma brutál boldog vagyok, szóval, hogy így. A jankás futam az konkrétan a mostani exatlonom, de még talán az előzőből is az egyik legjobb élményem volt. Olyan jó volt versenyt futni valakivel, akit amúgy én tisztelek, hogy gyorsan megy, és tudtam, hogy sietnem kell, és eddig nem volt benne olyan érzés, hogy nekem sietnem kéne. És jó lesz, kivéve a párbajon, az is hasonló volt a párbaj is, de ott ugye nem voltam közben jókedvű, de ez a saját tetszett. Igen, viszont bulirombolo leszek. Tehát ahogy kommunikálva volt a Leher részéről, hogy lemostuk őket, igen, lemostuk őket, de két olyan nap volt, hogy két nagyon olyan ügyességi volt, ami nekünk patika volt. Igen. Most itt a köreinkben nem árulok el titkot, ha karikát kapunk holnap vagy holnap után, akkor lehet, hogy... De már az is megy, ne féljünk bele. Igen, csak hogy, igen. Hogy nagyon oda kell tennünk, mert én tényleg nem szeretnék a héten olyat csinálni előzéten, hogy ahogy a Peti elment. Nagyon sokan fejjel gyógyultunk a sérülésekből, illetve a betegségből. Hát sajnos Zalán maradt hátra. Ez hasonlóan érvagdosó hatással lehet rá, mint annó rám volt az orvos általi ültetés. Viszont konkrétan a srác előre lát mindent. Én nem tudom ezt hogy csinálja, de világi képessége van ahhoz, hogy a másik fejével is tudjon gondolkodni, és ez számunkra egy akkora előny. Hogyha még esetleg vissza tudna térni a pályára fizikálisan, akkor úgy gondolom, hogy a bajnokoknak igencsak föl kéne kötniük a gatyát.